napszél, kozmikus sugárzás és UV-sugárzás. Ezek az űrjelenségek nap mint nap befolyásolják életünket. Bár szerencsére a legtöbben nem tudunk róla. A bőrráktól kezdve az elveszett adásokig a kozmikus jelenségek árthatnak és gátolhatnak bennünket. Ugyanakkor elkápráztat fényük szépsége és a hulló csillagok fényessége. Ezek a kozmikus jelenségek csodái és veszélyei. A Világegyetem. Kozmikus jelenségek. Egyszerűen lenyűgöző, dinamikus, érzelmes, és mindig másnak tűnik. A legnagyobb dolog, amit valaha láttam. Gyönyörű jelenség. Semmi máshoz nem hasonlít. Furcsa látni, hogy az ég így is viselkedhet. Gyönyörű hullámzó fényeket látsz az égen, melyek időnként csodálatos változáson mennek keresztül. Igazi emberfeletti élmény. Életében egyszer mindenkinek látnia kellene ezt az egyik legcsodálatosabb, leghalucinatívabb fényjátékot, mellyel a természet megajándékoz minket, a sarki fényt. Nevét a római hajnalistennő Aurora után kapta, és az északi szél görög istenéről, Boreászról. Amikor a déli féltekén jelenik meg, Aurora Australisnak nevezik. Jóval azelőtt, hogy a csillagászokat elkápráztatta, a sarki fény először a sarkvidéken nyűgözte le az embereket. Az ősidőkben a káprázatra különleges magyarázatokat találtak. Finnországban úgy vélték, hogy egy óriás róka fark csóválása okozza az északi fény jelenségét. Tetszik ez a magyarázat, mert nem áll messze a valóságtól. A sarki fény elektromos jelenség, és amikor a róka a farkát csóválja, statikus elektromosságot okoz, ami egy szikrázó sarki fényszerű jelenség. Ha tudni szeretnénk, hogy keletkezik a sarki fény, a nappal kell kezdenünk. A nap. Nem csak fény, hanem energiaforrásunk is. Hatalmas. A nap álhatatos sugarakat bocsájt ki, melyet napszélnek nevezünk. Ezt a kozmikus erőt néha a napkitörés is erősíti. A napszél az év bármely részében okozhat ragyogást a felső atmoszférában. Ám a nap néha erős kitöréseket produkál, amit napkitörésnek vagy napkorona anyagkilövellésnek nevezünk. Ilyenkor hatalmas mennyiségű elektromos részecskék repülnek a Föld felé, rengeteg, ami sokkal feltűnőbb sarki fényjelenséget okoz. Az 1200 km per órás sebességű napszél körülbelül két nap alatt éri el a Föld mágneses mezejét. Miközben az elektromos részecskék a mágneses mezőben a sarkok felé áramlanak, gázokat bocsájtanak ki a Föld felső atmoszférájában színes fényt alkotva, amit sarki fénynek ismerünk. Amikor az energikus részecskék elérik a felső atmoszférát, először oxigénatomokkal találkoznak, amitől piros és zöld fényt kapnak. A sarki fény uralkodó színeit. Lejjebb molekuláris nitrogént találnak, és ha a sarki fény nagyon erős, a zöld fény függöny alján bíbor fényt nyernek belőle. Az elektromos részecskék reakcióba lépnek a kibocsájtott gázokkal, így jönnek létre a sarki fény erőteljes színei. A sarki fényt a neonfényhez hasonlíthatjuk. A neon úgy működik, hogy adott egy ritka gáz, melyet alacsony nyomáson bevezetsz egy csőbe. Majd 3-4000 és 15000 volt között kezeled, és ez ionizálja a gázt, ami jellegzetes színben csapódik ki. A neonokhoz használt gázok a xenon, ami világos kék színű,
A hélium, ami barack színű, a kripton, ami ezüst színű, az argon, ami levendula színű, és a neon, ami a legfényesebb, főleg esős éjszakákon. A sarki fények is éjszaka látszanak a legjobban, főleg a sarkvidéken, a téli hónapokban, a hosszú, sötét éjszakákon. A sarki fények a nap aktivitásától függően lehetnek párpercesek, vagy több naposak, és nem csak a sarkvidéken látszanak, hanem néha alacsonyabb szélességi fokoknál is. Nemrég 2003-ban volt az úgynevezett évszázad vihara, amely a 100 éven belüli legnagyobb mágneses viharra utal. Ezt hatalmas sarki fény kísérte, melyet a washingtoniak is láttak a tengertől távol, olyan helyeken, ahol nem gyakran látni ilyet. Az egyik legnagyobb sarki fény, amiről tudunk, a 19. század közepén keletkezett, amit Hawaiion és a Csendes-óceán déli részén is láttak. Ez volt a legnagyobb sarki fény, amiről hallottunk. A sarki fények nem csak a földről látszanak. A napszél minden irányba terjed, a bolygóknál is távolabb. A Jupiter és a Szaturnusz hatalmas mágneses mezőkkel rendelkezik, nagyobbakkal, mint mi, így ott sokkal nagyobb és erősebb sarki fények keletkeznek. Függetlenül attól, hogy hol látható, mennyi ideig tart és milyen erős, a sarki fény fényes függönyként jelenik meg, folyton változó redőkkel vagy bordákkal. A time-lapse fényképek felgyorsítják a hatást. Ezek a jellegzetességek fokozzák a sarki fény szépségét és titokzatosságát. A sarki fény függönyeinek alakját és a formák, sugarak, fürtök, spirálok mozgását ma is tanulmányozzuk. Még most sem értjük teljesen. Rejtélyességét azok a jelentések is fokozzák, melyek szerint a sarki fény nem csak látható, hanem hallható is. A sarki fény 100-160 kilométeres magasságban van, így a hangja csak pár perc múlva érhet el hozzánk, mégis voltak, akik azt állították, hogy akkor hallották a sarki fény hangját, amikor megjelent. Tehát léteznie kell egy ismeretlen mechanizmusnak, ami miatt az emberek úgy érzik, hallanak valamit, ami a sarki fényhez köthető. Senki sem tudja elmagyarázni, és vannak olyanok, akik keresik rá a magyarázatot. Maga a sarki fény nem jelent veszélyt az emberiségre. Ám a nap erős aktivitása, ami vele jár, egy 1 millió megawattos elektromosságot is termelhet, és más jellegű problémákat is okozhat, például áramkimaradást. Nem a sarki fény okoz áramszünetet, hanem az elektromos részecskék, melyek a napból származnak. Ezek károkat okoznak, áramszünetet, és ez nagy különbség. Az elektromos részecskék, melyeknek növekvő aktivitása és mozgása sarki fényt eredményeznek, mindennel reakcióba lépnek, ami elektromos vagy mágneses mezővel kapcsolatos. Tehát a feltöltődött részecskék szétcsapnak az áramhálózatban, az elektronikában, a műholdak és a mobiltelefonjeladók közt. Amikor sarki fényt tapasztalunk, minden elektromos és mágneses mező, mely a készülékeinket működteti, megsérül. Leállíthatja a rádiót. Megzavarhatja a tévéképernyőt. Megszakíthatja a mobiltelefonos beszélgetéseket, és teljes áramszünetet is okozhat, mint ahogy 1989-ben a kanadai Quebecben is történt. Mindez arra emlékeztet bennünket, milyen szerény helyet is foglal el Földünk a naprendszerben. A Föld csak egy bolygó, amely a nap körül forog. A nap atmoszférája jóval szélesebbre nyúlik a Földnél, tehát a Föld a nap külső atmoszférájában van. Amikor a nap módosít az atmoszféráján, az a Földre is kihat, tehát kihat a technikai rendszereinkre is, amiktől függünk. Bár a sarki fények csupán a nap és a Föld közötti kölcsönhatások melléktermékei, sokat tudunk meg általuk a világegyetemről.
A sarki fény nagyszerűen jelzi, hogy a felső atmoszféra, a Föld mágneses mezeje hogyan áll kölcsönhatásban a napszéllel, ami a napból ered. Tehát a sarki fényt tanulóeszköznek használhatjuk, melyet a természet biztosít számunkra, hogy jobban értsük, mi történik az univerzumban. A sarki fény a nap aktivitásának egyik mérőeszköze. Ha visszatekintünk a korábbi évszázadokra, a sarki fényekkel mérhetjük a nap akkori aktivitását. A nap 22 éves ciklusos aktivitással rendelkezik. Minden 11. év után aktívabb lesz, majd vált és lecsendesedik. Erre a múltban is találunk bizonyítékokat, de a legjelentősebbek mégiscsak a sarki fények. Amíg a sarki fény általában csak a sarkvidéken látszik, van egy másik kozmikus jelenség, amely mindenhol feltűnik. A hullócsillag. Amikor hullócsillagot látunk, olyan, mintha az a Földre hullana le. Pedig ez lehetetlen. A csillagok sokkal nagyobbak, mint a bolygónk. És ha egy hullócsillag rázuhanna, a másodperc töredéke alatt szétzúzná a Földet. De ha nem csillag, akkor micsoda? Egy apró kavics, olyan, mint egy homokszem az űrből, ami átsuhan az atmoszféránkon. Neki megy az atmoszféra molekuláinak és atomrészecskéinek, így fényt termel. Tehát egyáltalán nem csillagról van szó, még csak nem is hasonlít a csillaghoz. Ezeket a fényes kavicsokat meteoroknak nevezik. Legtöbbjük már az atmoszférában elég. De vannak nagyobbak, melyek átjutnak az atmoszférán és leesnek a Földre. Bizonyos köveket meteoritoknak nevezünk, melyek pont így keletkeztek. A kavicsok és a porszemcsék, melyek meteort alkotnak, naprendszerünk kialakulásának maradványai. Régebbi csillagok szétszóródott törmelékei. Sok ilyen kavics származik az aszteroidaövről. A Mars és Jupiter között rengeteg kavics lebeg, és néha, amikor összeütköznek, letört szemcséket bocsájtanak ki a naprendszerbe, amiből néhány bekerül a Föld atmoszférájába. Az év egy bizonyos szakaszában rengeteg meteor suhan át az égen. Ezt a jelenséget meteoresőnek hívjuk. Akkor tűnnek fel, amikor a Föld a törmelékek mellett halad el, a jég és kőpor darabkák mellett, melyek a nap körül forgó üstökösökről származnak. Ha megfigyeljük a meteoresőt, a meteorok vagy hullócsillagok, mintha az ég egy pontjáról szóródnának szét. Ragyogva áradnak szét. Pedig a kis jég és kődarabok, melyek a meteort alkotják, egymás mellett utaznak az űr párhuzamos ösvényein. Nem egy pontban válnak szét, csak a mi perspektívánkból tűnik úgy, mivel nagyon messziről látjuk őket. És úgy tűnik, egy távlatpontból érkeznek. Ugyanez látszik a folyosón is. A falak egymással párhuzamosan állnak, a mennyezet párhuzamos a padlóval. A padló és a falak, valamint a mennyezet és a falak közti nézőpontok párhuzamosak. És olyan, mintha a folyosó végében összefutnának. Nézőpontunk szerint egy távlatpontból érkeznek. Ha visszatérünk a meteorokhoz, a részecskék ugyancsak párhuzamosan utaznak, és a mi nézőpontunkból úgy tűnik, egy pontban szóródnak szét. A meteoreső arról a csillagképről kapja a nevét, ahonnan indul. Annak ellenére, hogy semmi köze a csillagkép csillagjaihoz. A Leonid meteoresők, melyeket az oroszlán csillagképről neveztek el, a legkülönlegesebbek. Az 1833-as Leonid meteoresőnél óránként 200 ezer meteort számoltak. Néhány megfigyelő azt hitte, hogy itt a világ vége. Ám bizonyos tekintetben az volt a világunk eleje. Az utóbbi években új kozmikus jelenséget fedeztek fel, mely még a meteoresőnél is csodálatosabb. Fénysebességgel bocsájtja ki pompás színeit. Egyetlen pislogás, és lemaradsz róla.
A kozmikus sugárzás kifejezés a sci-fi filmeket idézi. A világűr láthatatlan ereje, mely az időjárást is befolyásolja, sőt, de kozmikus sugárzás létezik, bár elnevezése helytelen. A kozmikus sugárzás részecskékből áll, nem sugarakból. Először azt hitték, fényjelenség, pedig nem, hanem részecskék. Ugyanolyan alkotó elemekből tevődik össze, mint a Nap, a Föld és az egész univerzum. A kozmikus sugárzás az űrből jön, melynek többféle forrása van. Fő forrása a Nap, ami rengeteg elektromos részecskét gyorsít fel. A többi forrása a csillagok, a galaxisok, fekete lyukak, neutroncsillagok és minden más egyéb. A kozmikus sugárzás a Föld szempontjából nem túl energikus. Ám a legenergikusabbak olyan hatással bírnak, mint egy jól irányzott teniszlabda a fejeden. Nem lenne kellemes. Ám javarészt olyan, mint a borsószem, amivel rád lőnek, vagy még olyan sem. A Föld atmoszférája megvéd minket a legtöbb kozmikus sugárzástól. Ám a legtelítettebb részecskéknek sikerül átjutniuk az atmoszférán, és minden élő szervezetre hatást gyakorolnak. Mutációt okozhatnak a DNS-ben. Ez adja a legegyszerűbb magyarázatot a fajok genetikai eltéréseire, mert a kozmikus sugárzás módosítja a DNS-t. Ettől olyan változatosak az állatfajok. Néhány mutáció jó irányba tereli a fejlődést. Mi is az evolúció? Az az alapelve, hogy génjeink egyik generációtól a másikig fejlődnek, ami által jobban tudunk alkalmazkodni a Földön tapasztalt változásokhoz. Mivel a kozmikus sugárzás folyamatosan jelen van, az atomközeli részecskék minden nap változtatnak génjeinken. Vagyis azért vagyunk képesek alkalmazkodni a változó helyzetekhez, mert a kozmikus sugárzás kozmikus hatására megváltozik genetikai felépítésünk is. Ám a kozmikus sugárzás olyan mutációt is okozhat, amely rákosodáshoz vezet. A jó hír az, hogy bár másodpercenként több ezer kozmikus sugár halad át a testünkön, olyan aprók, hogy nem valószínű, hogy pont olyan DNS-t támadnának meg, ami szétzúzná a sejtmagot és elrákosítaná. Ám ha olyan környezetbe kerülünk, mint az űrhajósok, ahol a sugárzás erős, a védekezési lehetőség meg gyenge, akkor van esélyünk rá, hogy a sugárzás kárt okoz bennünk. A transzpoláris repülő utasainak több esélyük van megtapasztalni a kozmikus sugárzás káros hatásait. A transzpoláris vagy óceán repülők személyzete sugárzási tapaszokat visel. A terhes nőknek nem javasolják, hogy utaskísérőként vagy pilótaként dolgozzanak a repülőn, nehogy bajuk essen. Még nem bizonyított, hogy tényleg kihat rájuk, de azért jobb az óvatosság. A kozmikus sugárzás nem csak az élő lényeket befolyásolja, hanem az időjárást is. Van egy olyan elmélet, miszerint a galaktikus kozmikus sugárzás is hozzájárul a viharok kialakulásához és a villámláshoz, mert ionizált ösvényeket alakít ki az atmoszférában, amelyek elősegítik a villámlást. Mindannyian láttunk már villámlást. Ám bármennyire is félelmetesek és látványosak is ezek a halálos csapások, mégis a rövid életű felvillanásoknak nevezett jelenségek leggyengébbjei, melyek a felső atmoszférában fordulnak elő. A nagysebességű videókameráknak köszönhetően ellenőrizni tudtuk létezésüket. Egyiküket Sprite-nak hívják. Ez a medúza formájú felvillanás 72 kilométerrel a Föld felett jelenik meg, és csak pár millisekundumig tart. A Sprite érdekes elektromos kisülés, mely néha akár 88-96 kilométer magasan is megjelenik. Ugyanakkor le is ereszkedik 50 kilométerre a Föld fölé.
tehát adott két elektromos áramlat, mely fellecikázik, és néha vöröses-narancssárgás a színe, amit a semleges nitrogén molekulák serkentése okoz az atmoszférában. Egy másik, nemrég felfedezett jelenség az elves. Az angol kifejezés nem mítikus teremtményre utal. Csak egy mozaik szó a folyamat magyarázatára, ami energiakitörést okoz, melynek átmérője akár 400 kilométer is lehet. Az elves azt jelenti, fénykitörések és alacsony frekvenciájú zavarások elektromágneses impulzusok által. Az elf hasonlít a sprite-hoz. Csak az a különbség, hogy az elf rövidebb ideig tart, és nagyon kifinomult kamerával látható. Így is csak véletlenül lehet elkapni. Az elf szabad szemmel láthatatlan, mert nagyon rövid energiakitörés. A Földhöz közelebb más kisülések is előfordulnak, például a Blue Jet. A Blue Jet pont a zivatar felhők fölött kezdődik, úgy 16 kilométerre a Föld felett, és körülbelül 48 kilométer magasságig nyúlik. Általában kék tölcsér alakú. A kék szín a semleges és ionizált nitrogén molekulákból ered, melyeket elektromos áram serkent. A Blue Jet, az elves és a sprite, mint nemrég felfedezett jelenségek, nem teljesen érthetőek. Továbbra is tanulmányozzák, milyen hatással vannak a Föld atmoszférájára. Van néhány elmélet, melyek szerint a Föld elektromágneses erejét tartják egyensúlyban, és az elvek az ózonréteget gyarapítják. Az a legegyszerűbb magyarázat, hogy a természet mindig egyensúlyra törekszik, így a földi élet sok előnnyel rendelkezik. A kozmikus jelenségek nem csak az időjárást befolyásolják, a növény és az állatvilágot is. Ha a Föld nem állna kölcsönhatásban a nappal, az élet kaotikussá válna. A nap olyan, mint egy kozmikus csörgőóra. Szabályozza az életünket. Napjainkat a napfelkelte és a napnyugta által mérjük, ahogyan a növények is. A legapróbb virág és a legmagasabb fa is ugyanettől a kozmikus erőtől függ. A legjobb példa erre a virágzás. Vannak rövid nappalos növények és hosszú nappalos növények. A hosszú nappalos növények a nappalok megnyúlását érzékelik, ami tavasztól történik, míg a rövid nappalos növények a napok rövidülését érzik tél körül. A krizantém például rövid nappalos növény így összevirágzik. A petúnia és a körömvirág hosszú nappalos növények, így akkor virágoznak, mikor hosszabbak a nappalok. Mindez a növényben található mechanizmustól és kémiai összetevőktől függ, ami által megérzik, mikor van napsütés. A növények virágzási ideje csak egy dolog, amiben a nap kulcsfontosságú szerepet játszik. A fotoszintézis folyamatát is a nap irányítja. Enélkül a kozmikus kölcsönhatás nélkül a növények kihalnának, és velük együtt mi is. A fotoszintézis olyan, mint a napelem. A növény a napenergiát olyan energiává alakítja, ami segíti a növekedésben. A klorofil, a levelek zöld pigmentanyaga segít a növényeknek beszívni a napfényt és elkezdeni a fotoszintézist. A klorofil egy hatalmas magnézium molekula, melyet kisebb segítő szén molekulák vesznek körbe. Ez a molekula beszívja a fényenergiát és átadja a növénynek a szükséges mennyiséget. A fotoszintézis egy komplex folyamat, melynek során a növény összekeveri a széndioxidot és a vizet, majd cukorrá alakítja. Ebből lesz a keményítő, a zsír és a fehérje, amit fogyasztunk. Ugyanakkor a növények oxigént bocsájtanak ki, amit belélegzünk.
Ha a fotoszintézis abba maradna, mind meghalnánk. Ez a lényeg. Hozzánk hasonlóan az állatok is a nap által maradnak fenn. Szabályozzák életüket, és néhány esetben általa közlekednek a világban. A navigálás nagyon elterjedt az állatvilágban. A lazac visszatalál a kavics ágyba, ahonnan kikelt. A rénszarvasok is sokat vándorolnak, az afrikai legelő állatok is vándorolnak, és vannak vándorló rovarok. A monarch pillangó érdekes eset, mert a fejlett példányok, melyek Ithacában születnek, Mexikóban telelnek, majd visszajönnek. Rengeteg példát tudunk erre, de nincs olyan faj, melynél teljesen értenénk, hogy milyen szabályok szerint közlekednek a hosszú utakon. A kutatások rámutattak néhány rejtélyre, melynek alapján az állatok navigálnak. Sok faj a nap segítségével határozza meg úti célját. Ha jól belegondolunk, ez sem könnyű, mert ahhoz, hogy úgy használjuk a napot, órára van szükségünk, vagyis tudnunk kell, hogy reggel van, dél vagy délután a nap mozgása miatt. Az állatoknak van biológiai órájuk, ahogy nekünk is, így meg tudják határozni a napszakokat. Amikor a felhők eltakarják a napot, állítólag néhány állat a mágneses mezőt használja. Azt az erőt, mely a bolygó mély, megolvadt magjából ered. Ez nem csak az irányt jelöli, hanem helyzetjelentést is ad. A Föld minden része egyedi mágneses jellemzővel rendelkezik. Ha egy állat elég érzékeny, a Föld mágneses mezeje által meghatározhatja, hogy otthonához képest hol van, ha megfigyeli a mágneses mezők közti különbségeket. A Föld mágneses mezeje által meghatározott helyzettel az a gond, hogy a Föld mágneses mezeje egyik napról a másikra változik. Ezt a Föld alatti vas készletek okozzák. Ez a mágneses anomália, ami torzít rajta, ugyanakkor a napfoltok is torzítanak, mert ingadozást okoznak a mezőben. Mindezek nagy zajt csapnak. Mégis úgy tűnik, sok állat eligazodik rajta, és hazatalál. A postagalambok rettetése bemutatja, hogy az állatok hogyan használják a nap és a Föld mágneses mezejét ahhoz, hogy hazataláljanak. A postagalambokkal évekig foglalkoztak, míg kialakult bennük, hogy hazataláljanak. Több generáción át edzették őket, hogy a galambvilág sportolóivá válhassanak, tehát hosszú távolságokat tesznek meg. A galambröptetés első lépése, hogy kimész a galambducba, és kiválasztod a galambokat, amelyeket aznap a reptető edzésen használsz. Az a lényeg, hogy a galambok jó fizikai állapotban legyenek, tökéletes tollazattal rendelkezzenek, és akarjanak repülni is. Kiválasztom őket, beteszem a galambkosárba, ebbe a kis dobozba, amiben a galambokat szállítjuk a galambductól a reptetőpontig. A galambreptetés következő lépése maga a szabadon engedés. Kijövünk egy mezőre, ahol nincsenek fák, tehát nyílt terület. Kinyitjuk a kosarat is, elengedjük a galambokat. Ennyi az egész. A szakértők szerint a repülő galambok elsősorban a nap segítségével tájékozódnak. Emellett szaglókészségükkel és a Föld mágneses mezejével pontosan hazatalálnak. Úgy véljük, két érzékszervüket használják a Föld mágneses mezejének érzékelésében. Az egyik a vizuális rendszerben található, a szem retinájában, míg a másik a galamb felső csőr részében, a csőrkávában van, ahol rengeteg magnetit található, ami egy mágneses ásvány. Ez közrejátszik a mágneses mező érzékelésében. Tehát két érzékszervet használnak, de most sem értjük pontosan, hogyan találnak haza az állatok. A galambreptetés utolsó része a visszatérés. Amikor a galambok visszarepülnek a galambduchoz, az emelvényen landolnak és bemennek. A
Egy egyszerű galambreptetés is bizonyítja, hogy az állatok a világűr segítségével navigálnak. De nem teszi teljesen világossá a módját. Ezt a rejtélyt talán soha nem fejtjük meg teljesen. Az is megnehezíti a dolgunkat, hogy az állatok többféle technikát használnak. És amikor a megszokott módszert használjuk, amivel elzárjuk őket a naptól, a kis dögök váltanak, és a föld mágneses mezejét használják. Tehát rengeteg eszközük van a fegyvertárukban, ahogy nekünk is arra, hogy eligazodjunk. Így nagyon nehéz kiderítenünk, hogy pontosan mi is a lényege. A mágneses mezőn kívül van még egy kozmikus erő, mely rejtélyes módon hat a földi életre. Ez felel az aranybarna, egészséges, napbarnított külsőért. Ám a külső erő bőrünk mélyébe is behatol. A barnaság egy végzetes napforrás gyakori következménye, az UV vagy ultraibolya sugaraké. Az ultraibolya olyan színkép, amely szabad szemmel nem látható, pedig rengeteg van belőle, mert a nap folyton sugározza. Ahogy léteznek látható színek, léteznek ultraibolya színek is, melyek a hullámhosszuktól függenek, és három csoportra osztottuk őket, A, B és C ultraibolyákra. A C ultraibolyát majdnem teljesen kizárja az ózonréteg. A B ultraibolya jobban átszűrődik, de az A ultraibolya jön át a legjobban, mert ez áll legközelebb a látható fényhez. Az UVA-t bőröregítő, rákot okozó sugárnak tartják, míg az UVB-t égető sugárnak. Tehát az UVB égést okoz, míg az UVA sugarak szeplőt és foltokat. Ez a bőr keresztmetszetének modellje. Amikor a szabadban vagyunk, az UVB fény a bőr felszínébe hatol és égést okoz, ami roncsolja a sejteket, mely a bőr keratin rétegét alkotja. Amikor a sejtek károsulnak, a test úgy reagál, hogy aktiválja az immunrendszert, ami felerősíti a vérkeringést a sérült felületen, majd aktiválja az immunsejteket kis molekulákat termelve, ami égést okoz. A leégés csak a kezdet. Ha hosszan ki vagyunk téve az UVB sugárzásnak, az hályogot okozhat, és elősegíti a bőrrákot, például a melanómát, ami halálos lehet. Azok az emberek vannak kitéve a bőrrák veszélyeinek, akiknek világos a bőrük, világos a szemük, akik napos helyen laknak, és akik nem használnak napozókrémet. Ők a legveszélyeztetettebbek. De az UVB sugárzásnak jó oldala is van. D-vitamint állít elő a bőrben. A D-vitamin a bőr egyik öröklött molekulája, és az UV-sugárzás által termelődik, ami a molekulát D-vitaminná alakítja, és ami az egészséges csontokhoz, kalcium mennyiséghez és anyagcseréhez szükséges. Viszont a dúsított ételekből és ételkiegészítőkből is szerezhetünk D-vitamint, szóval nem csak az UV-sugárzásból. Amíg az UVB a bőr felső rétegére hat, az UVA sokkal mélyebbre hatol, és roncsolja a bőr szerkezetét. Az UVA sugárzás, mely a bőr mélyebb rétegeibe hatol, a bőr öregedéséhez vezet, mert megtöri a kollagént. Serkenti az enzimeket, melyek megtörik a kollagént és az irha rugalmas szöveteit, ami bőrünk fiatalos, feszes és egészséges külsejéért felel. A szoláriumok mesterségesen próbálják előállítani a napsugarait. Ám az ember által alkotott napsugarak hatása rosszabb, mint a napé, amely 150 millió kilométerre van tőlünk. A szoláriumipar elhiteti velünk, hogy a szolárium biztonságosabb, és az ott szerzett bőrszín biztonságosabb, fokozatosabb árnyalat, pedig ez fordítva igaz. A szolárium sokkal károsabb a bőrre nézve, mivel az égők legalább 90%-ban UVA sugarakból állnak. Az A-sugarak pedig öregítik a bőrt és bőrrákot okoznak, így az emberek 20-30 év múlva bőrrákban fognak szenvedni. Köztudott, hogy a szolárium elősegíti a bőrrákot. Sokan azt hiszik, hogy egy átlagos napozókrém véd a bőrráktól és a korai bőröregedéstől, de tévednek.
Még a magas faktorszámú naptejek sem védhetnek meg teljesen a nap káros hatásaitól. Az SPF fényvédelmet biztosító szűrő, ami azt méri, mennyi ideig maradhatunk a napon anélkül, hogy leégnénk. Az SPF csak az UVB elleni védelmet méri, az UVA ellenit nem. A leghatásosabb napozókrémek UVB és UVA sugarak ellen is védenek. Ám bármilyen gyakran is használunk napozókrémet, nem nyújt biztos védelmet a bőrrák ellen, mely valószínűleg az ózonréteg elvékonyodása miatt terjedt el. Az ózonréteg védőburkot képez a Föld körül, mely elnyeli a sugárzások nagy részét. Ha az ózonréteg elvékonyodik, egyre jobban ki van téve a sugárzásoknak, az UVB-nek, ami miatt a bőröd is károsodik. Érdekes, hogy 2 milliárd évvel ezelőtt, amikor a Föld atmoszférája még nem tartalmazott oxigént és nem volt ózonréteg, nem létezett élet a Föld felszínén, csak az óceán alatt, ahol a víz védelmet nyújtott az ultraibolya fény ellen. Az ultraibolya fény láthatatlan és károsan hat szervezetünkre. Ám a nap látható fénye felelős a legcsodálatosabb kozmikus hatásért. A nap kulcsfontosságú szerepet játszik az egyik legszebb fényjátéknál, a szivárványnál. A szivárvány akkor keletkezik, amikor a napfény, amit fehér fénynek nevezünk, áthatol a gömbcseppeken. Az eső is gömbcseppnek számít. És a fény szivárvány színekben oszlik el, vagy szóródik szét, mert különböző részekre hajlik, miközben áthatol a cseppeken. Színtől vagy hullámhoztól függően. Az egyik élénk hosszú hullámhoz piros, a másik rövidebb hullámhoz kék. Persze vannak más színek hullámhosszok is köztük, melyek más szögben törnek meg, így kapjuk ezt a fényspektrumot, mert a hullámhosszok egyenletesen váltakoznak a rövid és hosszú hullámok között. Prizmával lehet a legjobban tükrözni a szivárványt. A fényforrásunk a nap, de az esőcseppeket prizmával helyettesítjük. A különböző hullámhosszok különböző szögben törnek meg, minden oldalon egy-két törést láthatunk, így kapjuk a szivárványt, mely a piros és kék szín szétválasztásából keletkezik. A fény különböző hullámhosszainak különböző szögbe való hajlítása vagy megtörése által a szivárvány színei adott sorrendben ívszerű formában tűnnek fel. Van egy bizonyos szög, amelyben a színek túlsúlyba kerülnek és összegyűlnek. Van egy szög, ahol több sugár található, mint más szögekben, mert a napfény beesési szöge miatt több sugár gyűlik össze az adott irányban. Ez az irány az antiszoláris ponttól 42 fokra található, mely csillagászati kifejezés a fej által vetett árnyékra utal. A bejövő fény abban a szögben a legerősebb, tehát ott jelenik meg a szivárvány. Ám a saját fejünk árnyékától 42 fokra mást látunk, mint más feje árnyékától 42 fokra. Ezek szerint nincs két ember, aki ugyanazt a szivárványt látná. Néha megfelelő körülmények között látszik egy másodlagos szivárvány is. Az történik, hogy az esőcsepp belsejében, ahol a fény megtörik, néha többször is visszaverődik. És mikor másodjára visszaverődik, más szögben jön ki, nagyobb szögben. Pontosabban 51 fokban. Ez már halványabb lesz, mert a fény java az első visszaverődésnél kiszabadult, így a másodikhoz kevesebb marad. A második szivárvány attól érdekes, hogy ellentétes színsorrenddel rendelkezik. Legyen az egyszerű vagy dupla szivárvány, nincs meghatározott helyzete az égbolton. Látszólagos létezése a megfigyelő és a nap helyzetétől függ. Ennek alapján a szivárvány optikai csalódás is lehet. A szivárvány bizonyos szempontból csak egy illúzió.
Nem sétálhatunk oda hozzá, hogy megérintsük vagy levegyük. Mindig távol maradt tőlünk, mert a szivárvány egy csoport fénysugár, mely egy bizonyos szögből kerül a látóterünkbe. És amíg abban az irányban vízcseppek vannak, látjuk a szivárványt. De ha oda megyünk a vízcseppekhez, megváltoztatjuk a szöget, és a szivárvány eltűnik. Tehát a szivárvány ebben az értelemben csak illúzió. A szivárvány egyszerű szépsége és összetettsége legendává alakította a jelenséget. Az ősi görögök úgy vélték, összekötő út az istenek és a föld között. Az írek szerint egy kobold a szivárvány végében rejtette el az aranyát, amit lehetetlen elérni. Míg az indiai Indrának, vagyis az ég királyának szivárványból van az íja. A szivárvány mulandó szépsége, a fotoszintézis összetettsége, az UV-sugarak ereje és a sarki fény csodálatos látványa, tehát az összes kozmikus jelenség rávilágít a világegyetemmel való kapcsolatunkra. Nem vagyunk csupán passzív szemlélői a látványos jelenségeknek, melyeket a világűr és a Föld között látunk. A földi élet a kozmikus sugárzások, a sarki fények és villámlások környezetében fejlődött ki. Az összes jelenség, amit látunk, része a környezetnek, amiben kifejlődtünk, tehát hozzánk tartoznak, mi pedig hozzájuk. A gyönyörű atmoszférikus jelenségek, amiket látunk, a szivárványok, a sarki fények, a repkedő meteorok, még a veszélyes dolgok is, mint a nap UV-sugarai, azt bizonyítják, hogy a Föld nem egy elszigetelt bolygó, ami elszakadt az univerzum többi részétől. Nem. Mi is hozzátartozunk, és ez teszi a Földet még gyönyörűbbé. A jellegzetességek fokozzák a sarki fény szépségét és titokzatosságát. A sarki fény függönyeinek alakját és a formák, sugarak, fürtök, spirálok mozgását ma is tanulmányozzuk. Még most sem értjük teljesen. Rejtélyességét azok a jelentések is fokozzák, melyek szerint a sarki fény nem csak látható, hanem hallható is. A sarki fény 100-160 kilométeres magasságban van, így a hangja csak pár perc múlva érhet el hozzánk, mégis voltak, akik azt állították, hogy akkor hallották a sarki fény hangját, amikor megjelent. Tehát léteznie kell egy ismeretlen mechanizmusnak, ami miatt az emberek úgy érzik, hallanak valamit, ami a sarki fényhez köthető. Senki sem tudja elmagyarázni, és vannak olyanok, akik keresik rá a magyarázatot. Maga a sarki fény nem jelent veszélyt az emberiségre. Ám a nap erős aktivitása, ami vele jár, egy 1 millió megawattos elektromosságot is termelhet, és más jellegű problémákat is okozhat, például áramkimaradást. Nem a sarki fény okoz áramszünetet, hanem az elektromos részecskék, melyek a napból származnak. Ezek károkat okoznak, áramszünetet, és ez nagy különbség. Az elektromos részecskék, melyeknek növekvő aktivitása és mozgása sarki fényt eredményeznek, mindennel reakcióba lépnek, ami elektromos vagy mágneses mezővel kapcsolatos. Tehát a feltöltődött részecskék szétcsapnak az áramhálózatban, az elektronikában, a műholdak és a mobiltelefon jeladók közt. Amikor sarki fényt tapasztalunk, minden elektromos és mágneses mező, mely a készülékeinket működteti, megsérül. Leállíthatja a rádiót. Megzavarhatja a tévéképernyőt. Megszakíthatja a mobiltelefonos beszélgetéseket, és teljes áramszünetet is okozhat, mint ahogy 1989-ben a kanadai Quebecben is történt.
Mindez arra emlékeztet bennünket, milyen szerény helyet is foglal el Földünk a naprendszerben. A Föld csak egy bolygó, amely a nap körül forog. A nap atmoszférája jóval szélesebbre nyúlik a Földnél, tehát a Föld a nap külső atmoszférájában van. Amikor a nap módosít az atmoszféráján, az a Földre is kihat, tehát kihat a technikai rendszereinkre is, amiktől függünk. Bár a sarki fények csupán a nap és a Föld közötti kölcsönhatások mellé ultraibolya sugaraké. Az ultraibolya olyan színkép, amely szabad szemmel nem látható, pedig rengeteg van belőle, mert a nap folyton sugározza. Ahogy léteznek látható színek, léteznek ultraibolya színek is, melyek a hullámhosszuktól függenek, és három csoportra osztottuk őket, A, B és C ultraibolyákra. A C ultraibolyát majdnem teljesen kizárja az ózonréteg. A B ultraibolya jobban átszűrődik, de az A ultraibolya jön át a legjobban, mert ez áll legközelebb a látható fényhez. Az UVA-t bőröregítő, rákot okozó sugárnak tartják, míg az UVB-t égető sugárnak. Tehát az UVB égést okoz, míg az UVA sugarak szeplőt és foltokat. Ez a bőr keresztmetszetének modellje. Amikor a szabadban vagyunk, az UVB fény a bőr felszínébe hatol és égést okoz, ami roncsolja a sejteket, mely a bőr keratin rétegét alkotja. Amikor a sejtek károsulnak, a test úgy reagál, hogy aktiválja az immunrendszert, ami felerősíti a vérkeringést a sérült felületen, majd aktiválja az immunsejteket kis molekulákat termelve, ami égést okoz. A leégés csak a kezdet. Ha hosszan ki vagyunk téve az UVB sugárzásnak, az hályogot okozhat, és elősegíti a bőrrákot, például a melanómát, ami halálos lehet. Azok az emberek vannak kitéve a bőrrák veszélyeinek, akiknek világos a bőrük, világos a szemük, akik napos helyen laknak, és akik nem használnak napozókrémet. Ők a legveszélyeztetettebbek. De az UVB sugárzásnak jó oldala is van. D-vitamint állít elő a bőrben. A D-vitamin a bőr egyik öröklött molekulája, és az UV-sugárzás által termelődik, ami a molekulát D-vitaminná alakítja, és ami az egészséges csontokhoz, kalcium mennyiséghez és anyagcseréhez szükséges. Viszont a dúsított ételekből és ételkiegészítőkből is szerezhetünk D-vitamint, szóval nem csak az UV-sugárzásból. Amíg az UVB a bőr felső rétegére hat, az UVA sokkal mélyebbre hatol, és roncsolja a bőr szerkezetét. Az UVA sugárzás, mely a bőr mélyebb rétegeibe hatol, a bőr öregedéséhez vezet, mert megtöri a kollagént. Serkenti az enzimeket, melyek megtörik a kollagént és az irha rugalmas szöveteit, ami bőrünk fiatalos, feszes és egészséges külsejéért felel. Irán és minden élő szervezetre hatást gyakorolnak. Mutációt okozhatnak a DNS-ben. Ez adja a legegyszerűbb magyarázatot a fajok genetikai eltéréseire, mert a kozmikus sugárzás módosítja a DNS-t. Ettől olyan változatosak az állatfajok. Néhány mutáció jó irányba tereli a fejlődést. Mi is az evolúció? Az az alapelve, hogy gényeink egyik generációtól a másikig fejlődnek, ami által jobban tudunk alkalmazkodni a Földön tapasztalt változásokhoz. Mivel a kozmikus sugárzás folyamatosan jelen van, az atomközeli részecskék minden nap változtatnak génjeinken. Vagyis azért vagyunk képesek alkalmazkodni a változó helyzetekhez, mert a kozmikus sugárzás kozmikus hatására megváltozik genetikai felépítésünk is. Ám a kozmikus sugárzás olyan mutációt is okozhat, amely rákosodáshoz vezet. A jó hír az, hogy bár másodpercenként több ezer kozmikus sugár halad át a testünkön, olyan aprók, hogy nem valószínű, hogy pont olyan DNS támadnának meg, ami szétzúzná a sejtmagot és elrákosítaná.
Ám ha olyan környezetbe kerülünk, mint az űrhajósok, ahol a sugárzás erős, a védekezési lehetőség meg gyenge, akkor van esélyünk rá, hogy a sugárzás kárt okoz bennünk. A transzpoláris repülő utasainak több esélyük van megtapasztalni a kozmikus sugárzás káros hatásait. A transzpoláris vagy óceán repülők személyzete sugárzási tapaszokat visel. A terhes nőknek nem javasolják, hogy utaskísérőként vagy pilótaként dolgozzanak a repülőn, nehogy bajuk essen. Még nem bizonyított, hogy tényleg kihat rájuk, de azért jobb az óvatosság. A kozmikus sugárzás nem csak az élő lényeket befolyásolja, hanem az időjárást is. Van egy olyan elmélet, miszerint a galaktikus kozmikus sugárzás is hozzájárul a viharok kialakulásához és a villámláshoz, mert ionizált ösvényeket alakít ki az atmoszférában, amelyek elősegítik a villámlást. Mindannyian láttunk már villámlást. Ám bármennyire is félelmetesek és látványosak is ezek a halálos csapások, mégis a rövid életű felvillanásoknak nevezett jelenségek leggyengébbjei, melyek a felső atmoszférában fordulnak elő. A kronikában a műholdak és a mobiltelefon jeladók közt. Amikor sarki fényt tapasztalunk, minden elektromos és mágneses mező, mely a készülékeinket működteti, megsérül. Leállíthatja a rádiót. Megzavarhatja a tévéképernyőt. Megszakíthatja a mobiltelefonos beszélgetéseket, és teljes áramszünetet is okozhat, mint ahogy 1989-ben a kanadai Quebecben is történt. Mindez arra emlékeztet bennünket, milyen szerény helyet is foglal el Földünk a naprendszerben. A Föld csak egy bolygó, amely a nap körül forog. A nap atmoszférája jóval szélesebbre nyúlik a Földnél, tehát a Föld a nap külső atmoszférájában van. Amikor a nap módosít az atmoszféráján, az a Földre is kihat, tehát kihat a technikai rendszereinkre is, amiktől függünk. Bár a sarki fények csupán a nap és a Föld közötti kölcsönhatások melléktermékei, sokat tudunk meg általuk a világegyetemről. A sarki fény nagyszerűen jelzi, hogy a felső atmoszféra, a Föld mágneses mezeje hogyan áll kölcsönhatásban a napszéllel, ami a napból ered. Tehát a sarki fényt tanulóeszköznek használhatjuk, melyet a természet biztosít számunkra, hogy jobban értsük, mi történik az univerzumban. A sarki fény a nap aktivitásának egyik mérőeszköze. Ha visszatekintünk a korábbi évszázadokra, a sarki fényekkel mérhetjük a nap akkori aktivitását. A nap 22 éves ciklusos aktivitással rendelkezik. Minden 11. év után aktívabb lesz, majd vált és lecsendesedik. Erre a múltban is találunk bizonyítékokat, de a legjelentősebbek mégiscsak a sarki fények. Amíg a sarki fény általában csak a sarkvidéken látszik, van egy másik kozmikus jelenség, amely mindenhol feltűnik. A hullócsillag. Amikor hullócsillagot látunk, olyan, mintha az a Földre hullana le. Pedig ez lehetetlen. A csillagok sokkal nagyobbak, mint a bolygónk. És ha egy hullócsillag rázuhanna, a másodperc töredéke alatt szétzúzná a Földet. De ha nem csillag, akkor micsoda? Egy apró kavics, olyan, mint egy homokszem az űrből, ami átsuhan az atmoszféránkon. Neki megy az atmoszféra molekuláinak és atomrészecskéinek, így fényt termel. Tehát egyáltalán nem csillagról van szó, még csak nem is hasonlít a csillaghoz. Ezeket a fényes kavicsokat meteoroknak nevezik. Legtöbbjük már az atmoszférában elég. De vannak nagyobbak, melyek átjutnak az atmoszférán és leesnek a Földre. Bizonyos köveket meteoritoknak nevezünk, melyek pont így keletkeztek. Az történik, hogy az esőcsepp belsejében, ahol a fény megtörik, néha többször is visszaverődik. És mikor másodjára visszaverődik, más szögben jön ki, nagyobb szögben. Pontosabban 51 fokban.
Ez már halványabb lesz, mert a fényjav az első visszaverődésnél kiszabadult, így a másodikhoz kevesebb marad. A második szivárvány attól érdekes, hogy ellentétes színsorrenddel rendelkezik. Legyen az egyszerű vagy dupla szivárvány, nincs meghatározott helyzete az égbolton. Látszólagos létezése a megfigyelő és a nap helyzetétől függ. Ennek alapján a szivárvány optikai csalódás is lehet. A szivárvány bizonyos szempontból csak egy illúzió. Nem sétálhatunk oda hozzá, hogy megérintsük vagy levegyük. Mindig távol maradt tőlünk, mert a szivárvány egy csoport fénysugár, mely egy bizonyos szögből kerül a látóterünkbe. És amíg abban az irányban vízcseppek vannak, látjuk a szivárványt. De ha oda megyünk a vízcseppekhez, megváltoztatjuk a szöget, és a szivárvány eltűnik. Tehát a szivárvány ebben az értelemben csak illúzió. A szivárvány egyszerű szépsége és összetettsége legendává alakította a jelenséget. Az ősi görögök úgy vélték, összekötő út az istenek és a föld között. Az írek szerint egy kobold a szivárvány végében rejtette el az aranyát, amit lehetetlen elérni. Míg az indiai Indrának, vagyis az ég királyának szivárványból van az íja. A szivárvány mulandó szépsége, a fotoszintézis összetettsége, az UV-sugarak ereje és a sarki fény csodálatos látványa, tehát az összes kozmikus jelenség rávilágít a világegyetemmel való kapcsolatunkra. Nem vagyunk csupán passzív szemlélői a látványos jelenségeknek, melyeket a világűr és a Föld között látunk. A földi élet a kozmikus sugárzások, a sarki fények és villámlások környezetében fejlődött ki. Az összes jelenség, amit látunk, része a környezetnek, amiben kifejlődtünk, tehát hozzánk tartoznak, mi pedig hozzájuk. A gyönyörű atmoszférikus jelenségek, amiket látunk, a szivárványok, a sarki fények, a repkedő meteorok, köszönhetően ellenőrizni tudtuk létezésüket. Egyiküket Sprite-nak hívják. Ez a medúza formájú felvillanás 72 kilométerrel a Föld felett jelenik meg, és csak pár millisekundumig tart. A Sprite érdekes elektromos kisülés, mely néha akár 88-96 kilométer magasan is megjelenik. Ugyanakkor le is ereszkedik 50 kilométerre a Föld fölé. Tehát adott két elektromos áramlat, mely fellecikázik, és néha vöröses narancssárgás a színe, amit a semleges nitrogén molekulák serkentése okoz az atmoszférában. Egy másik, nemrég felfedezett jelenség az elves. Az angol kifejezés nem mítikus teremtményre utal. Csak egy mozaik szó a folyamat magyarázatára, ami energiakitörést okoz, melynek átmérője akár 400 kilométer is lehet. Az elves azt jelenti, fénykitörések és alacsony frekvenciájú zavarások elektromágneses impulzusok által. Az elf hasonlít a Sprite-hoz. Csak az a különbség, hogy az elf rövidebb ideig tart, és nagyon kifinomult kamerával látható. Így is csak véletlenül lehet elkapni. Az elf szabad szemmel láthatatlan, mert nagyon rövid energiakitörés. A Földhöz közelebb más kisülések is előfordulnak, például a Blue Jet. A Blue Jet pont a zivatar felhők fölött kezdődik, úgy 16 kilométerre a Föld felett, és körülbelül 48 kilométer magasságig nyúlik. Általában kék tölcsér alakú. A kék szín a semleges és ionizált nitrogén molekulákból ered, melyeket elektromos áram serkent.
A Blue Jet, az Elves és a Sprite, mint nemrég felfedezett jelenségek, nem teljesen érthetőek. Továbbra is tanulmányozzák, milyen hatással vannak a Föld atmoszférájára. Van néhány elmélet, melyek szerint a Föld elektromágneses erejét tartják egyensúlyban, és az elvek az ózonréteget gyarapítják. Az a legegyszerűbb magyarázat, hogy a természet mindig egyensúlyra törekszik, így a földi élet sok előnnyel rendelkezik. A kozmikus jelenségek nem csak az időjárást befolyásolják, a növény és az állatvilágot is. Ha a legcsodálatosabb kozmikus hatásért. A nap kulcsfontosságú szerepet játszik az egyik legszebb fényjátéknál, a szivárványnál. A szivárvány akkor keletkezik, amikor a napfény, amit fehér fénynek nevezünk, áthatol a gömbcseppeken. Az eső is gömbcseppnek számít, és a fény szivárvány színekben oszlik el, vagy szóródik szét, mert különböző részekre hajlik, miközben áthatol a cseppeken, színtől vagy hullámhoztól függően. Az egyik élénk hosszú hullámhoz piros, a másik rövidebb hullámhoz kék. Persze vannak más színek hullámhosszok is köztük, melyek más szögben törnek meg, így kapjuk ezt a fényspektrumot, mert a hullámhosszok egyenletesen váltakoznak a rövid és hosszú hullámok között. Prizmával lehet a legjobban tükrözni a szivárványt. A fényforrásunk a nap, de az esőcseppeket prizmával helyettesítjük. A különböző hullámhosszok különböző szögben törnek meg, minden oldalon egy-két törést láthatunk, így kapjuk a szivárványt, mely a piros és kék szín szétválasztásából keletkezik. A fény különböző hullámhosszainak különböző szögbe való hajlítása vagy megtörése által a szivárvány színei adott sorrendben ívszerű formában tűnnek fel. Van egy bizonyos szög, amelyben a színek túlsúlyba kerülnek és összegyűlnek. Van egy szög, ahol több sugár található, mint más szögekben, mert a napfény beesési szöge miatt több sugár gyűlik össze az adott irányban. Ez az irány az antiszoláris ponttól 42 fokra található, mely csillagászati kifejezés a fej által vetett árnyékra utal. A bejövő fény abban a szögben a legerősebb, tehát ott jelenik meg a szivárvány. Ám a saját fejünk árnyékától 42 fokra mást látunk, mint más feje árnyékától 42 fokra. Ezek szerint nincs két ember, aki ugyanazt a szivárványt látná. Néha megfelelő körülmények között látszik egy másodlagos szivárvány is. Az történik, hogy az esőcsepp belsejében, ahol a fény megtörik, néha többször is visszaverődik. És mikor másodjára visszaverődik, más szögben jön ki, nagyobb szögben. Pontosabban 51 fokban. Ez már halványabb lesz, mert a fény java az első visszaverődésnél kiszabadult, így a másodikhoz kevesebb marad. A második szivárvány attól érdekes, hogy ellen... ...lakkép csillagjaihoz. A Leonid meteoresők, melyeket az oroszlán csillagképről neveztek el, a legkülönlegesebbek. Az 1833-as Leonid meteoresőnél óránként 200 ezer meteort számoltak. Néhány megfigyelő azt hitte, hogy itt a világ vége. Ám bizonyos tekintetben az volt a világunk eleje. Az utóbbi években új kozmikus jelenséget fedeztek fel, mely még a meteor esőnél is csodálatosabb. Fénysebességgel bocsájtja ki pompás színeit. Egyetlen pislogás és lemaradsz róla. A kozmikus sugárzás kifejezés a sci-fi filmeket idézi. A világűr láthatatlan ereje, mely az időjárást is befolyásolja, sőt, de kozmikus sugárzás létezik, bár elnevezése helytelen.
A kozmikus sugárzás részecskékből áll, nem sugarakból. Először azt hitték, fényjelenség, pedig nem, hanem részecskék. Ugyanolyan alkotó elemekből tevődik össze, mint a nap, a föld és az egész univerzum. A kozmikus sugárzás az űrből jön, melynek többféle forrása van. Fő forrása a nap, ami rengeteg elektromos részecskét gyorsít fel. A többi forrása a csillagok, a galaxisok, fekete lyukak, neutroncsillagok és minden más egyéb. A kozmikus sugárzás a Föld szempontjából nem túl energikus. Ám a legenergikusabbak olyan hatással bírnak, mint egy jól irányzott teniszlabda a fejeden. Nem lenne kellemes. Ám javarészt olyan, mint a borsószem, amivel rád lőnek, vagy még olyan sem. A Föld atmoszférája megvéd minket a legtöbb kozmikus sugárzástól. Ám a legtelítettebb részecskéknek sikerül átjutniuk az atmoszférán, és minden élő szervezetre hatást gyakorolnak. Mutációt okozhatnak a DNS-ben. Ez adja a legegyszerűbb magyarázatot a fajok genetikai eltéréseire, mert a kozmikus sugárzás módosítja a DNS-t. Ettől olyan változatosak az állatfajok. Néhány mutáció jó irányba tereli a fejlődést. Mi is az evolúció? Az az alapelve, hogy génjeink egyik generációtól a másikig fejlődnek, ami által jobban tudunk alkalmazkodni a Földön tapasztalt változásokhoz. Mivel a kozmikus sugárzás folyamatosan jelen van, az atomközeli részecskék minden molekulát D-vitaminná alakítja, és ami az egészséges csontokhoz, kalcium mennyiséghez és anyagcseréhez szükséges. Viszont a dúsított ételekből és ételkiegészítőkből is szerezhetünk D-vitamint, szóval nem csak az UV-sugárzásból. Amíg az UVB a bőr felső rétegére hat, az UVA sokkal mélyebbre hatol, és roncsolja a bőr szerkezetét. Az UVA sugárzás, mely a bőr mélyebb rétegeibe hatol, a bőr öregedéséhez vezet, mert megtöri a kollagént. Serkenti az enzimeket, melyek megtörik a kollagént és az irha rugalmas szöveteit, ami bőrünk fiatalos, feszes és egészséges külsejéért felel. A szoláriumok mesterségesen próbálják előállítani a napsugarait. Ám az ember által alkotott napsugarak hatása rosszabb, mint a napé, amely 150 millió kilométerre van tőlünk. A szoláriumipar elhiteti velünk, hogy a szolárium biztonságosabb, és az ott szerzett bőrszín biztonságosabb, fokozatosabb árnyalat, pedig ez fordítva igaz. A szolárium sokkal károsabb a bőrre nézve, mivel az égők legalább 90%-ban UVA sugarakból állnak. Az A-sugarak pedig öregítik a bőrt és bőrrákot okoznak, így az emberek 20-30 év múlva bőrrákban fognak szenvedni. Köztudott, hogy a szolárium elősegíti a bőrrákot. Sokan azt hiszik, hogy egy átlagos napozókrém véd a bőrráktól és a korai bőröregedéstől, de tévednek. Még a magas faktorszámú naptejek sem védhetnek meg teljesen a nap káros hatásaitól. Az SPF fényvédelmet biztosító szűrő, ami azt méri, mennyi ideig maradhatunk a napon anélkül, hogy leégnénk. Az SPF csak az UVB elleni védelmet méri, az UVA ellenit nem. A leghatásosabb napozókrémek UVB és UVA sugarak ellen is védenek. Ám bármilyen gyakran is használunk napozókrémet, nem nyújt biztos védelmet a bőrrák ellen, mely valószínűleg az ózonréteg elvékonyodása miatt terjedt el. Az ózonréteg védőburkot képez a Föld körül, mely elnyeli a sugárzások nagy részét. Ha az ózonréteg elvékonyodik, egyre jobban ki van téve a sugárzásoknak, az UVB-nek, ami miatt a bőröd is károsodik. Érdekes, hogy 2 milliárd évvel ezelőtt, amikor a Föld atmoszférája még nem tartalmazott oxigént és nem volt ózonréteg, nem létezett élet a Föld felszínén, csak az óceán alatt, ahol a vízvédelmet nyújtott az ultraibolya. Fenyőzzük. Még most sem értjük teljesen.
Rejtélyességét azok a jelentések is fokozzák, melyek szerint a sarki fény nem csak látható, hanem hallható is. A sarki fény 100-160 kilométeres magasságban van, így a hangja csak pár perc múlva érhet el hozzánk, mégis voltak, akik azt állították, hogy akkor hallották a sarki fény hangját, amikor megjelent. Tehát léteznie kell egy ismeretlen mechanizmusnak, ami miatt az emberek úgy érzik, hallanak valamit, ami a sarki fényhez köthető. Senki sem tudja elmagyarázni, és vannak olyanok, akik keresik rá a magyarázatot. Maga a sarki fény nem jelent veszélyt az emberiségre. Ám a nap erős aktivitása, ami vele jár, egy 1 millió megawattos elektromosságot is termelhet, és más jellegű problémákat is okozhat, például áramkimaradást. Nem a sarki fény okoz áramszünetet, hanem az elektromos részecskék, melyek a napból származnak. Ezek károkat okoznak, áramszünetet, és ez nagy különbség. Az elektromos részecskék, melyeknek növekvő aktivitása és mozgása sarki fényt eredményeznek, mindennel reakcióba lépnek, ami elektromos vagy mágneses mezővel kapcsolatos. Tehát a feltöltődött részecskék szétcsapnak az áramhálózatban, az elektronikában, a műholdak és a mobiltelefonjeladók közt. Amikor sarki fényt tapasztalunk, minden elektromos és mágneses mező, mely a készülékeinket működteti, megsérül. Leállíthatja a rádiót. Megzavarhatja a tévéképernyőt. Megszakíthatja a mobiltelefonos beszélgetéseket, és teljes áramszünetet is okozhat, mint ahogy 1989-ben a kanadai Quebecben is történt. Mindez arra emlékeztet bennünket, milyen szerény helyet is foglal el Földünk a naprendszerben. A Föld csak egy bolygó, amely a nap körül forog. A nap atmoszférája jóval szélesebbre nyúlik a Földnél, tehát a Föld a nap külső atmoszférájában van. Amikor a nap módosít az atmoszféráján, az a Földre is kihat, tehát kihat a technikai rendszereinkre is, amiktől függünk. Bár a sarki fények csupán a nap és a Föld közötti kölcsönhatások melléktermékei, sokat tudunk meg általuk a világegyetemről. A sarki fény nagyszerűen jelzi, hogy a felső atmoszféra, a Föld mágneses mezeje hogyan áll